Zalaegerszeg közössége büszke rá, hogy az elmúlt években számos kulturális és turisztikai fejlesztést tudtunk megvalósítani. A következőkben ezeket szeretném bemutatni önöknek. Kultúra és turizmus. Megújult a Göcsei Múzeum épülete, amely új állandó kiállításokkal gazdagodott. Várostörténeti kiállítás, Kisfaludy Strop Zsigmond, Németh János, Fekete György és Preisz József gyűjteménye. Elkészült a középkori várat, a Zalaegerszeg 20. századi történetét, Mindszenty József egykori apátplébános, későbbi esztergomi érsek és bíboros életét, valamint a kommunista diktatúra egyházüldözését bemutató Mindszentyneum. A Göcsei Falu Múzeumban szintén több felújítás zajlott. Az elmúlt években folyamatosan újult meg a Gébárdi tó környezete. Megújult és újra körbesétálhatóvá vált a kaszaházi Malom-tó. Elkészült az Alsóerdei Sport- és Élménypark, a szemben lévő vendégházak megújultak. Tovább szépült a Levendula kert. Megújult a tévétorony környezete. Megépült a Göcsei Tudásközpont, zalaegerszegi helyi termékpiac. Megújult az egykori kiszöv székház, Korona Szalon néven, mely új zongorával is gazdagodott. Megújult az Ártmozi belső tere. Elkészült a Városi Hangverseny és Kiállítóterem belső felújítása, a terembe új zongora is került. Idén pedig elkezdődik az intézmény előtti kistér felújítása. A Deák Ferenc megyei könyvtárban belső fejlesztés valósult meg. A Keresztúri Dezső Városi Művelődési Központban a Gála Társas Táncklub Egyesületnek és a Zalai Táncegyüttesnek is otthont adó termek újultak meg. Az egykori Balaton Hotel Willis Hotel néven újult meg. A zalaegerszegi öntudat és a lokálpatrióta büszkeség jegyében megemlékeztünk a fontos városi évfordulókról. Minden esztendőben szerveztünk konferenciákat, jelentettünk meg könyveket, kiadványokat, nyíltak meg kiállítások. Évről évre többen látogatták a Hevesi Sándor Színház, a Griff Báb Színház és a Kvártélyházi Szabadtéri Nyári Színház előadásai. Népszerűek a városi programok, a fesztiválok és a megújult egerszegi advent. Számos új köztéri alkotással, szoborral és emléktáblával gazdagodtunk. Ahogy önök is láthatták, valóban büszkék lehetünk azokra a kulturális és turisztikai fejlesztésekre, amelyeket az elmúlt ciklusban megvalósítottunk. Ezek közül is jelképes a Korona Szalon, az egykori leromlott állagú kiszöv székház megújulása, amely mára kulturális központtá vált. Azon leszünk, hogy a következő 5 évben, az előttünk álló ciklusban folytassuk ezeket a kulturális és turisztikai fejlesztéseket.